Az én lelki békémnek és a nyugalmamnak sokkal jobbat tesz az, hogyha én ezt kiírom magamból. Ennek most, és itt van az ideje. Nagyon-nagyon sokat őrlődtem. Nagyon-nagyon sokáig őrlődtem tényleg. Széttárjuk a pinánkat, az celebekek vagyunk, vagy mi? Lehet, hogy vagyok egy olyan személyiség, aki, hogyha ezt megteszi, azáltal segítek másoknak. Legyőztem! Legyőztem őszem! Éva, félsz? Félek, igen. Fognám azt a kibaszott orvost, megfognám a fejét, beleraknám ebbe, most oda, beleraknám ebbe, és addig rúgdosnám, amíg meg nem döglik. Engem a szüleim elég konzervatívan neveltek. De a párkapcsolat, hagyjuk már faszomat a párkapcsolattal. Tényleg ilyen konzervatív családban nőttem föl. Nem egy embertől hallottam, hogy leköpi a párját, vagy akármi van. Szóval ezt hagyjuk már, hogy nyúj, leköp valaki valakit. Hagyjuk már, leköp, és akkor mi van? Havas Henrik, aki meg akart baszni. Én azt hittem, hogy megbocsátottam neki, hogy ez az egész dolog így lassan leült bennem. Mit? Figyelj! Mit akar? Hát meg akart baszni. Hát a legdurvább egyébként, amit mondott, amin teljesen kikészültem, mert akkor tényleg ilyen konzervatív családban nőttem föl. Hogy análisan kielégítene, meg ő nagyon-nagyon szereti az anális szexet. Tessék? Még seggbe is, képzeld el, ott dolgoztam nála. Tudom, hogy ezért rúgott ki, mert nem mentem bele. Mármint, hogy barátnője legyek, vagy bármilyen szintű szexuális kapcsolatot létesítsek vele. Csak aztán ott hagytam a gecibe. Ki lettél rúgva? Igen. Miután visszautastuk. Igen, de én tudom, hogy nem azért, mert nem voltam jó. Remélem, izé kiverte a cerket. Megláttam róla egy cikket, és konkrétan hány ingerem lett.